Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a KMBO című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés a Kalambó Podcast hetedik része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Bryce Csadük egy arrogáns és lehetetlen alak, aki mind a családját, mind pedig az alkalmazottjait rettegésben tartja. Leginkább azonban Huga Beth szenved tőle és attól, hogy a férfi folyton erőszakosan szól bele az életébe. Akkor telik be a pohár Bethnél, amikor egy nap Bryce azzal áll elő, hogy nem mehet hozzá a szerelméhez, mert különben kirúgja és kitagadja őt. A Kalambó a türelmetlen hölgy című részének megvitatásában köszöntöm mai beszélgető társaimat, először is Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia Ádám, szia mindenkinek! Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallax oldalon keresztül. További szolgálti közlemény, hogy több új műsorhoz keresünk beszélgető társakat, mint például a Night Rider sorozatból szólóba, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is. Emellett a Parallax és Retroverzum több új induló műsorába is válik azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzá. A felvételek interneten keresztül zajlanak, úgyhogy a távolság ne tartson vissza titeket, bátran jelentkezzetek a podcast kukac emtv.hu címre küldött e-mailben. Egy kicsit nyelvtörő volt a bevezető a Bess, Bessel, Bessnél. Akkor én azzal kezdeném, hogy képzeljétek el, és ez nekem totál meglepő volt, ugye az angol címe az, hogy Lady in Waiting, ami tulajdonképpen olyan, mintha tényleg jó, ilyen frappás magyar címet adtak volna, hogy a türelmetlen hölgy. De hát a várakozó, Vagy a, ugye a várakozó hölgy, türelmetlen hölgy, de képzeljétek el, hogy... Stand by lady. Hogy, hogy jelent ez udvarhölgyet is. Oh. Ez egy ilyen dupla fenekű címadás angolul, hogy udvarhölgy, akik szintén ugye azt csinálták, hogy tulajdonképpen csak szórakoztatták a, a, a hercegnőt, vagy a királynőt, és ott az volt a dolguk, hogy reggeltől estig a kedvére tegyenek a, a hát, a, hát, nevezik főnöküknek, tehát, a, a és tehát, hogy mint hogyha nem lett gazdának. Lehet volna, gazdának mint, nem lett volna önálló akaratuk, és ugye itt kanyarodunk a, a, a sztorihoz, hogy a, a főszereplő... Milyen meg a sztoriről rátérsz, ezt a, ezeket a címadásokat már egy korábbi részben is említetted, ott is egy ilyen kétértelmű cím volt, ami... Egyszerűen... Az előzőben, a képek keretében. Ugye? Előzőben. Hogy ezt, ezt szeretik, szeretik, úgy látszik a Kalambónak a, a az írói. És ezek egyébként eltűnnek, vagy elvesznek akkor értelemszerűen, amikor magyar címet adnak, egyébként a türelmetlen Hölgy, ez egy tök jó, tök jó magyar fordítás. Szerintem eddig egyébként a, a magyar címek is úgy, úgy szerintem elég mm -hmm. jók voltak. Volt benne egy kis szójáték, ebbe is szerintem abszolút mindig van, mindig van amikor, tehát amikor magyarra fordítanak, mindig lesz benne ilyen, hogy nem biztos, hogy pont ugyanaz átjön, de szerintem én, én, én megadom rá a piros pontot. Ja, abszolút, de az angol címe egy fokkal jobb, hiszen a főszereplő antagonistánk, tehát aki a gyilkos, az a fiatal nő, ahogy az Ádám most felolvasta, ő egyébként, hát erősen elnyomott személyiség, erősen elnyomott ember volt, tehát akinek, mint hogyha nem lett volna önálló akarata, aztán hát kiderül a filmből, hogy de bizony volt önálló akarata. Igen, de itt, itt azért én visszamennék még a felkonva hallottakra, hogy Bryce Chadwickről ugye azt állítják, hogy mit is mondott Ádám, hogy hogy olvastad, hogy volt ez? Bryce Chadwick egy arrogáns és lehetetlen alak. Arrogáns és lehetetlen alak. Most az, az igazság, hogy egyébként meglehetősen sokat szerepelt ahhoz képest, hogy jó volt az áldozat ebben a részben, mert egy csomószor alig látjuk az áldozatot, neki rengeteg párbeszédje volt ahhoz képest, és egész sokáig is volt, mint élő, de ez ebből egyáltalán nem tűnt fel, hogy ő annyira arogás lenne, vagy lehetetlen alak. Mert például a reggel, amikor megjelenik, akkor nagyon udvariasan köszön a személyzetnek, tehát abszolút korrektül beszél. Az más kérdés, hogy beszél ugye a hugával, vele már azért sokkal keményebben kezdi, hogy hát szóval beszól neki többször, ugye megtiltja neki, hogy hozzámenjen a, akit szeret, de egyébként nem lehet látni, tehát ebből nem derül ki nekem. Utána persze beszélnek róla, hogy hát ő uralta a céget, meg mit tudom én, de de nekünk ez nem jön át. Nekem legalábbis. Na rosszul is az egyébként szó, az tiltott a parallax azt és tudom, de ebben a mondatban stimmel, tehát én a, a, itt most nem abban Más a... Másrészt meg most az figyelj, az alog, attól még mert kedves és nyájas, attól még lehet arrogáns, de az azt alomáciáját... mondta, a, az volt írva, hogy a, a beosztottakat is abuzálja. És ehhez képest a a házi urat, vagy komornyikka halárendes volt. És lehet, hogy ez csak egy éppen jó napja volt, meg lehet, hogy a beosztottakra, a cégre gondol, is, nem a, a magán szférában, ugye, a komornyikra, nem tudom. Csak ezen fennakadtam egy kicsit, hogy így annyira nem jött át, hogy olyan arrogáns és kibírhatatlan lenne. Szó, ez a rész, ez meglepően indul, nekem azonnal kinyílt a zsebemben a bicska, hogy ennyire leuralnak itt egy hölgyet itt a családban. Én, én, éreztem az arroganciát, ez a férfi, ez tiszteletlenül és bunkon, és tényleg egy ilyen uralkodó basaként, pszichopataként szólt a saját hugához. Tehát látszódott, hogy, hogy itt azért feszültség van a családban. És uh, igen, tehát ugye lehet, hogy nyájas volt a, a komornyikkal, de hát látszik, hogy egy, hogy, hogy nem veszi Lesz, nem veszi Csak fel a volt ilyen, senki mással. A, vele igen, vele, neki vele, vele, mondta, be is szólt már az első igen, percben. Igen. És, és hát a, a, a mitú korában ez még nehezebb volt így nézni egyébként. Szóval, hogy ez ma már nem működik, már mint hogy nyilván rengeteg ilyen család is van, meg emberek is vannak, akik így megpróbálják leuralni a másikat, de most sokkal inkább bántó egy ilyet látni, mint mondjuk a 70-es lehetett. Ó, én nem akarok ebbe a MeToo hmm, vonalra felülni, Én nekem de csak de eszembe jutott, igen. Nem, nekem mindentől függetlenül, tehát tök mindegy, hogy volt-e vagy van-e MeToo, hashtag vagy hashtag nélkül, ez alapvetően nem egy elfogadható így, viselkedés így, így van tök mindegy. Nekem nem kell ehhez me too, most azt, hogy ebből... Tehát De azt hiszem, hogy azért a 60-as, 70-es években a patriarchátus, a patriarchális családmodell az jobban elfogadott volt, mint ma. És... Hát minél, minél jobban visszamegyünk uh -huh. az időben, annál jobban látszik ez. Tehát Mondjuk teszem hozzá, hogy azért ebben a jó módban elnyomva lenni azért egy fokkal jobb, mint mondjuk. Hát jó jó módban elnyomva lenni, de aztán látjuk, hogy ő neki sem tetszett ez, ez a fajta elnyomás. Hát, kinyílne, Soka, sok embernek kinyílne. Mert hogy szerintem itt az idő rátérni arra, hogy tulajdonképpen mi, miről mi is történt. Ugye az történik, hogy ez a hug, akit Beth... Chadwicknek hívnak, jól mondtam, mert ez best, tényleg best nem csak nyelvtörő, best hanem például az olyanoknak, mint én, akinek a, a sziszegő hangok kimondásával gond van, ez kifejezetten egy kedves rész, amikor Bryce-ról, Beth-ről és Chadwick-ről van szó. Na no, minden esetre a Hug egy, egy viszonylag raffinált, talán a 70-es évben még, még, tehát egy olyan, olyan módszert talált ki a gyilkosságra, ami a 70-es évben esetleg még működhetett is, vagy működhetett is volna. Ő azt a módszert találta ki, hogy elrejti a kulcsot, ö, emiatt muszáj a, a testvérének éjjel úgy bejönnie, hogy be kell másznia az ablakon, és ő azt fogja hinni, idézőjeleket mutatok itt az éterek keresztül, hogy akkor ez egy betörő, és lelövi, és ezt majd ő elő fogja adni a bíróságon, és akkor mindenki hinni fog neki, hogy ez tök véletlen, hogy ő hogy nem meggyilkolta a testvérét, a bátyját, hanem, hanem a betörőnek hitte, és akkor nyilván föl fogják menteni. Majdnem működött. Hát azért nagyon majdnem. <laughs> Eljutottunk a bírósági tergyeleség. Ő nagyon szépen eltervezte, és itt egyébként, nem? Tehát itt volt egy ö, olyan rész, ahol minket is megvezettek a rendezők. Lefeküdt, várta, hogy jön az öcs, báty, bocsánat, kezében a pisztolyjal, és ö, jött a izgatós, a ilyen furcsa, nyikorgós, üveghangú zene, elkezdett homályosodni a kép és gyakorlatilag végigment maga a gyilkosság folyamata előttünk ezzel a furcsa képi megvalósítása, kép és hangi megvalósítással, ahogy Áron is mondta, hogy testvér nem találja a kulcsot, nem még a lámpa a főbejáratnál, így nem is tud keresgélni, ezért megkerüli a házat, és szépen bekopog a teraszajton, ahol a testvér ugye, talán ne alszik, vagy nem alszik, persze nem alszik. Megnyomja a riasztógombot. Légy akkor szíves, kapcsolt ki a riasztót, hogy hagyd tudjak bejönni, és akkor nem kapcsolja ki a riasztót, Ugye Bryce bejön, és ez pedig kapásból lelövi, kész, megszólt a riasztó, hát én felébredtem, stb. És ez volt ugye a duma, hogy hát ő fél volt, mert rakataltatót bevet, azt hitte, betörő, lelőtte, és mi ebben a hétben voltunk, hogy ez meg is történt végül is, mert egy ilyen hülye képi megvalósítása, láttunk már ilyet Én, ilyen Én Igen, filmben, tehát azt lehetett, a azt lehetett volna hinni, hogy azért van ez a, ez a fura képi megoldás, ilyen kicsit ilyen vizionárius képi megoldás, mert hogy azt akarják bemutatni, hogy ő egyébként altatót vett be, és emiatt egy kicsit ilyen dizzi a feje. Hát igen, meg az, hogy ő, talán az, azt is talán akarták volna sugalni, hogy ő, hát Szóval nem egy, nem egy pszichopata, hanem hogy neki ez valamilyen szinten nehezére esik, a fene tudja. Bár ahogy nézett, abból aztán kiderült, hogy és nem. És akkor ugye ő egy fiatal lány, kitalálja ezt a dolgot, és mi mehet félre? Gergő, mi mehet félre ezen a terven? Mi mehet félre? Hát sok minden nem mehet félre, csak annyi mehet félre, hogy valóban megérkezik a testvér, és valóban nem találja a kulcsot a kulcs amit ugye ő leszedett előző este, csak hogy van probléma, hogy az a bizonyos ö, szerelme, akinek Bryce előző este írt egy levelet, hogy már pedig, ha folytatod a testvéremmel a viszonyodat, akkor kirúglak, úgy gondolta, hogy akkor ő revansot vesz és megbeszéli Bryce-szal, hogy mégis hogy van ez, és megjelenik ő is a birtokon. Mindeközben pedig Bryce nem a teraszajtón fog bemenni a lakásba, hanem talán van neki pótkulcsa elrejtve egy virágkaspóban, és szépen bejön a főbejáraton. És még ugye Besz várja, hogy nyíljon a teraszajtó, Bryce megjelenik a szoba kellős közepén, aki a a főbejáraton bejött, és kérdezte tőle, hogy hát miért nem engedtél be? És itt jön nekem a hatalmas ö, hiba, hogy itt kellett volna besznek azt mondani, hogy jó, ez most nem jött be. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy már pedig itt ma gyilkosság lesz. És ráhúzta minden áron, erre a verzió minden áron, itt van velünk áron, erre a verzióra mindenki rá akarta húzni, hogy márpedig ez úgy történt, ahogy ő eltervezte, csak lelőtte a testvért, aztán a lövések után megnyomta a riasztót, és kicsit úgy rendezte a holttestet, hogy akkor a lövés az ott történt a teraszajtónál, be is törte az üveget utólag, ahogy az kell. Csak hát ugye itt vannak problémák. Mert hogy közben nem csak az, hogy megjelent a birtokon a, ennek a gyilkosunknak, tehát ha besznek, a női gyilkosunknak a, a szerelme, hanem ahogy meghallotta itt a lövést, mint egy gazella átugrott a bejárati kapun, futott, rohanvás futott a, a bejárathoz, hogy, hogy megtudja, hogy mi történik, és akkor ugye már megszólalt a riasztó, de a riasztó csak nyilván azután miután lelőtte, mert hogy hiba csúszott a, a, a tervbe, és aztán be is jut, és... Hát látja, hogy, hogy fekszik a, a földön a Bryce, és akkor nyilván neki is előadja a, a Bess, tehát a, a főhősünk, hogy hát azt hitte, hogy, hogy betörő és lelőtte az ablakon. És ez látszólag egyébként Peter el is hiszi, udvarló, ha szabad így nevezni, és még Bess arra is odafigyel, hogy a testvérek új csomóját elrejti a főbejárat mellett, mint hogyha a nagy sötét bar a keresgélés közben bejtette volna, és nem találta meg, és azért kellett megkerülnie a házat, és bebenni az erkélyen. Csak hát az ördög a részletebben ellik, ahogy szokták volt mondani. Megjelent bizony, majd később egy újságról fogunk majd beszélgetni, de nem most, hanem majd amikor Kalambó megjelenik. Viszont mielőtt még oda, oda, jutnánk, itt mindenképpen ki akarom elmenni, hogy egy ilyen feszültséggel terhes, nagyon szépen összevágott jelenet sor volt itt, hiszen láttuk, hogy a, a, ez a férfi fut a kaputól a bejárati ajtóhoz, oda visszavágás volt, hogy közben a besz, akkor hirtelen egyébként gyorsan át kell szerkeszteni itt a szobát, honnan jött, hova ment, a, a táskát, ahogy mondtad, oda kell vinni. Tehát, hogy, hogy egy, egy nagyon szép. Kapkodás lett belőle. Kapkodás lett belőle, és egy feszültséggel terjes. Én éreztem azt, hogy, hogy bennem is növekszik a feszültség. Tehát a jelenet továbbra, tehát 50 évek később is működött igazából a jelenet. De szerintem én azt javaslom, még mielőtt a Kalambó megérkezne itt, meg a Koppet rendőrség, beszéljünk a színészekről, rendezőről, szinkrohangokról. Köszönöm szépen, hogy felkonferáltal, amit szerettem volna mondani, mert most jön az a két perc, amit mindenki áttekel, csak azt hiszem, a hozzám hasonló retardáltak, nem? Úgyhogy őket innen is üdvözlöm. Szokás szerint Két szinkronna készült, ez is Magyarországon. Amerikában 1971. december 15-én mutatták be, egy hónapra rá az előző részre. míg Magyarországon ezt 1976. november 19-én, és az első szinkron is 76-ban készült a a Filmstúdiónál, míg a második szinkron a szokásos MTV2 Welcome kiadó 1993, és gyorsan rá is térünk, Besz Csedvik, a gyilkosunk Kubik Anna, míg az első verzióban Győri Franciska. Jó ide utálom Győri Franciskát. Egyszer volt egy olyan balhém vele, a Pannonia Synchron Studio-ról forgattunk egy emlékfilmet, a 13. kerületi József Attila művelődési házban, és ott az ilyen RK Karé részen, és hát ő konkrétan ilyen, mint egy díva megjelent, hogy miért nincsenek kísérők, meg miért nincsen kb. welcome drink, és hogy ezt hogy képzeljük, és utána elviharzott a francba. Úgyhogy nekem róla nagyon-nagyon rossz véleményem Ez van. Ez mikor Tehát, volt? Én azt gondolom, hogy egy színésznőnek, 20 éve, hogy egy színésznőnek, egy színésznő kell annyi a lennie, és akkor a sluszpoén az, hogy közben mi amúgy Kocsis Mariannal beszélgettünk, és még a Maca is mondta neki, hogy hát izé, nyugi, hát itt vannak a fiúk, és hogy így próbált így egy kicsit bevédeni minket, és még akkor is teljesen neki állt följebb, és egy elviharzott. Hát mondtam, akkor szava. Szóval róla egy e, elég rossz véleményem van. Már régóta vártam, hogy nyilvánosan Őt nem hallottuk ezt egyébként, hogy az első szinkront ugye nem hallottuk. Hát örüljünk is neki. Lehet, hát hogy Ádám, Ádám örülhet, hogy Kubik hallottuk róla, már ugye beszéltünk, mert ő már szerepelt egyébként Kalambó szinkronban. Nem nagyon tudok máshoz hozzászólni, mert a hallgatóknak áruljuk el, hogy benéztem a mai felvétel és elfelejtettem megnézni a, a kalambót, viszont nem tudjuk halasztani a felvételt, úgyhogy ezért van az, hogy a két srác beszél Meg amúgy elsősorban. is egyébként a két szeret beszélni. Úgyhogy ilyen majd ilyen anekdotákat, ha valamiről valami eszembe jut, akkor majd így. Ez model, model, egy, egy, egy tudok hozzájárulni. Welcome kiadó. Ennek örömére Bryce Chadwick, magyar hangja Barbinek Péter, illetve az első verzióban Kristóf Tibor. Mindkettőt, mindkettőt nagyon szeretjük. Ha, ha nagyon is szeretjük, tehát. Ugye Kristóf és... Tibor Sonkanéri magyar hangjaként híresült el, és te nyugasztalja, most már sok éve nincsen köztünk. Nagyon sokan. Ő már mindig a feleségével sajnos. járkált mindenhova, a, a, a nevével jöttek, vele is, vele is sikerült dolgoznom korábban. Peter Hamilton, az ügyvéd Besz udvarlója, aki a cég alkalmazottja, Gruber Hugo, még az első verzióban Izsóf Vilmos. Tudtátok, hogy Gruber Hugo egyébként bábművész volt? De nagyon, nagyon sokat dolgoztam egyébként azokkal a régi-régi színészekkel, akik akik most már nincsenek köztünk. És sajnos nincsenek köztünk, ezt szeretném hozzátenni. Nagyon-nagyon fontos, és. És ezért is én, ő, őrzöm én magam és az emléküket azzal, hogy hogy beszélek róluk, mert mert minimum megérdemlik. Tehát itt olyan színészekről beszélünk, hogy. hát legalábbis én, aki ugye ilyen szinkron addig hát én, 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 elolvadok rendszeresen. A Robert Hugo kifejezetten uh, 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 cuki, cuki, volt, amikor, amikor csak találkoztam velem. Ki volt a másik, itt mondtál? A, én már a nevét is Cukinak gondolom. És jó filmos is egyébként nagyon. Nem, nem rég elő. Viszont uh, itt Peter Hamilton térjünk ki egy érdekességre, hogy ő az ő szerepét Leslie Nielsen játszotta, ezt most elveszem ezt a puskaport előletek, és uh, én megnéztem, hogy Leslie Nielsen ugye azért, tehát legalábbis mi itt Magyarországon talán a csupaszpisztolyjal kezdtük el nagyon megismerni. A tenet, De ezek ugye. korábbiak, és sokkal Az, ő, az, ő, filmográfia elképesztően korai, korára tehető vissza. Tehát Leslie nézent úgy írták már ki, hogy guest star, tehát vendég, vendégsztár, vendégszereplő. Tehát ő már akkor tényleg egy név volt, és még hozzá nem is kicsit, mert ez ugye 76-os felvétel. És szerintem már 71. Vagy, 71, bocsánat, köszönöm, igen, mert Magyarország 76. Tehát 71-es felvétel, és ő barom sok filmet forgatott már ezelőtt is. Tehát ő már akkor tényleg egy befutott színész volt Amerikában. Hát olyannyira, hogy amit mondtál, mondjuk a csupaszpisztoly, vagy a Police Squad, talán rendőr, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi volt az magyarul. Nagyon különleges ügyosztály. Nagyon különleges ügyasztály tényleg, meg az Airplane-ek, ezek a filmek, ezek jóval ez után készültek. Csak. Persze, hát a csupasz egy 88. Így van, a, a Polis Squad az 1980-as. Nagyon különleges, aztán 82. És, és közben már 71-ben már nagy sztár volt, ő ekkor már 20-25 éve a, pályán volt, de akkor áruljuk el a hallgatóinak, hogy itt ugyan fiatalabb, és például még, még tök, tökre ilyen, ilyen vékony arca van. Turván fiatal. Látsz, látszik, hogy fiatal, de már itt is fehér a haja, vagy legalábbis szürke. Én szerintem lezlenézen fehér haja a született. Ez most már egészen biztos. Kicsit volt egy ilyen kékes beütése, tehát nem az a klasszikus lezűni ezen színű haja volt, mert még volt benne egy ilyen sötétebb beütés, látszott, hogy még fiatalabb. Látszott, hogy fiatalabb, és Kicsit fura is volt nekem így látni. És ugyanakkor meg kell egyeznem, hogy igen, a magyar közönség ezekből a filmekből ismeri, de ő egy jó színész. Persze, hogy jó színész, hát ez. Ő el tudta játszani, amit kell, ő nem csak a tükörtojást a tükör hasra ütő. Leslie Nielsen, aki bot, csetlik, botlik viccesen a, a, a vászló, Hát Hát olyannyira, a... hogy Leslie Nielsen még fog szerepelni Kalambóban később is. Tehát lesz De ott még, ott, még egy, ott csak minit szerepel, már kinyírják hamar. De attól még ott lesz. <laughs> és megnézem adat is, hogy gesztára, -e, és akkor még egy, még egy szinkló hangot ért. Színész Mrs. Chadwick, az édesanyja testvérpárnak. Faragó Vera, én nekem meglepődtem egyébként, de kellemes meglepetés volt. Az első verzióban pedig Temesi Hédi, de ez igen, egy... ki volt a magyar hangja? Mondtam, hogy Gruber Hugo. Ja, Gruber, ja ő neki Gruber volt Hugo Gruber. is jó filmos, igen, csak ő a Peter Hamilton, csak pont nem figyeltél, mert, mert, mert nem, nem ide Telefon néztél álltam. a szemedben. Hát, a, Nyugodtan, érdekes. Viszont itt volt egy anomália szerintem, Ugye beszokták mondani a magyar hangot, ez régi, régen nagyon jó szokás volt, én nagyon szerettem ezt a szokást. Én nem, beszéljünk erről pár szóval. Ami, főleg az ilyen, ilyen filmekben, mint a Kalambó, aminek nincsen főcíme, hanem hagyományos film, és akkor állandóan azt kell hallgatnom, hogy, hogy még azt is felolvassák, hogy, hogy egy zene. 88. igen, a zeneszerző, a fényképezte, a, a, a az atyaúristen, meg még a szinkronstáb, és közben zajlik a film, amikor beszélnek. Igen. És nagyon-nagyon jó dolog, hogy most már ezt megtiltják, a forgalmazók. Igen, csak a Kalambóban pont ez a jó, hogy ott általában az első x fél perc, egy perc, ott soha nincs beszéd. A magyar verzió nem nagyon szokta tehát nem nagyon zavart eddig még ez a felolvasás. A 69 rész között biztos, hogy van olyan, ami zavar, és egyébként igen, ez a, ez a felolvasás mánia magyarul, hogy London 1902 ki van írva, és ezt föl kell olvasni <laughs> igen. magyarul, igen. ez egy konkrét példa, csak nem Kalambóból, föl kell olvasni magyarul, ez egy szinkronos adás lesz most már látom, szóval, hogy föl kell, Na, olvasni, föl kell olvasni magyarul, Mi, minek? Miért? Amikor az van ki. Azt tényleg nem kell. Azt tényleg nem kell felolvasni. Meg egy csomó minden nem kell felolvasni. Még szerintem meg a polis sem nagyon kell felolvasni, mert szerintem ezek, tehát hiába van, hogy nem tudunk, nem tud valaki angolul, azért van egy-két szó, hogy mindenki tud. Tehát. De a kedvencem, amikor mondjuk egy ilyen mobil kijelzőt kell nézni, arra ráközelítenek, tehát nem látom, egyáltalán nem is látom, azt nem olvassák föl. Csak, a, csak, azt, hogy én halljam, hogy, hogy nem tudom, Steve, Steve Tyler írta a zenét, meg nem tudom ki a Fényképezte, meg kirendezte. kell adni a készítők előtt. Na jó, de ki, egyrészt ki van írva, másrészt meg, szóval szerintem ez... De a magyar hangok nincsenek kiírva. Egyrészt, hát jó, ez most más világ, már most már ki van írva, és kevésbé mondják most be. Most hát, már egyáltalán a, nem mondják be. A, a streamingen ki van írva, és egyáltalán hát nem mondják be, be amit én egyébként egy nagyon jó dolognak tartok, nem kell felolvasgatni. Ha kapcsolok az elnök embereire, akkor nem kell felolvasnia nekem, hogy az elnök embereit nézem és az a néző, aki, aki nem tudja a sorozatáról, hogy az kb. hogy néz ki, a főcíme meg a címe angolul, még a ha... <kül> nem is beszél angolul, vagy spanyolul, vagy törökül, vagy bárhogy, amit néz, az teljesen feleslegesen nézi, ha ennyire a szájába kell rakni még a címet is. Nagyon szigorú itt valaki, úgy érzem. Szigorú vagy? Neked mi volt még az utolsó, amit fel akartam mondani? Valami anomáliát? Igen, anomáliát szerettem volna, csak Ádám belén folytotta a szót. Semmi gond, tehát nyugodtan lehet, lehet itt terrorizálni a másikat akkor is szerintem nagyon jó, hogy felolvassák. Nyilván ne a tartalom kárára menjen ebben, egyet, egyet tudok érteni. De egyébként most bocsánat, a Bozai József hangját, akkor hogy halljuk, ha ezeket se olvassa fel? Na mindegy. Volt egy kis anomália, mert például Barbinek Péter nevét nem mondták be. Na és még rosszul is mondják, tessék. Minek mondják be, ha még rosszul is mondják? És például bemondták Izsó Filmost is, és én őt sem hallottam, aztán lehet, hogy csak egy nagyon-nagyon kis miniszerep volt, holott izsófilmos, elvileg Leslie a hangja volt az első verzióban. Tehát én nem tudom, hogy, hogy, hogy voltak-e összekeverések, de de Barbinek Péter például nem volt bemondva, akinek biztos, hogy több szerepe volt, mint, mint, mint sok másnak. Én még ezt eddig nem tapasztaltam Kámba, tehát, tehát ez a hetedik rész úgy mond, és itt most volt az első anomália, hogy az egyik kvázi főszereplő, oké okay, áldozat, és nem volt főszereplő, de ahhoz képest sokat szerepelt, az ő hangját nem mondták be helyett, viszont voltak olyan hangok, akiket nem találtam meg. Úgyhogy lehet, hogy itt összevariálták az első, a második változatot, de Barbinek Péter biztos, hogy nem olvasták fel. Köszönöm szépen, Áron, hogy szót kaptam. <laughs> Igazán nincs mit. Ha, ha már szóba hoztuk Leslie és beszéltünk egy kicsit Leslie én a, ki szeretném emelni, hogy a, a főszereplőnket, hát oké, okay, Peter Folk melletti másik főszereplőket, aki a gyilkos, aki egy fiatal hölgy őt úgy hívják ezt a színés, hogy Susan Clark, és annak idején sem volt ő nagy név, most sem nagy név, senki nem tudja, szerintem magyarországon, hogy ki ez a Susan Clark. Én nekem utána kellett néznem, persze egy csomó, csomó filmben, sorozatban itt-ottam ott szerepelt, 80 éves koráig élt, tehát szép kort élt meg, de hogy így különösebb jelentősége nem volt, és tulajdonképpen mindenki meg is lepődött azon, hogy az és azt mondják, hogy az egyetlen ö, ö, főszereplőnk az első évadban, aki nem híres. Mindig híres, akkora beli mércével mérve híres színészek szoktak lenni itt a Kalambónak a, az ellenpont. Több szereplője, de, de jelen esetben nem, és ugyanerről fogom még beszélni, de szerintem nagyon jól hollatta meg a feladatot, és egy izgalmas szerep is volt neki írva. Ami másik, amit még érdekes képpen hoznék, hogy a rendezőt, akit úgy hívnak, hogy Norman Lloyd, szintén ezek így nem mondanak nekünk semmit, ezek ha, de biztos amerik... bemondták. Nem mondta be. Biztos bemondták, igen, és hogyha Amerikában éltünk volna a 70-es években, lehet, hogy így jobban tudtuk volna, hogy kéz a Norman Lloyd. Nyilván... De, 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 most komolyan egyébként, mert értem én tévésként, meg filmesként értem, hogy legyen kiírva a nevem, ha már dolgozok rajta, dolgozom rajta, de hogy ez, mert most ebben a mondatotban be akarok belekapaszkodni, de nem trollkodni, hanem komolyan kérdezem, hogy ha mi a 70-es években látjuk, vagy te most látsz egy filmet, amerikai filmet, akkor te ott figyeled a rendezőt, kiszúrod, nem. vannak, vannak olyan nem. rendezők, akik ilyen visszatérően ismered a nevét, felismered a nevét, és akkor ilyen sorozat epizódokat rendeznek. Tehát, hogy egyébként meg... Van egy-kettő mostani sorozat rendezőből, tehát sorozat epizód rendezőkből, akikről így lehet tudni, hogy, hogy szinte csak sorozatokon dolgozik, és, és tulajdonképpen kezdjük megismerni a stílusokat, de alapvetően nem nagyon. Tehát igazából erre nem figyel az ember. Ez, ez egy kicsit olyan, mint amikor van egy krimi sorozat. több krimi láttam már, és Fogtam a fejem ezek emiatt, hogy ugye az elején kírják már a főcím után a további szereplőket. És akkor van benne mondjuk egy olyan karakter ebbe az átívelő szál ebbe a sorozatba, hogy, hogy van egy ilyen gonosz, egy ilyen főgonosz, vagy az évad gonosza, vagy valami ilyesmi. És akkor ott a neve, és tudod, hogy benne lesz. Hát, jó, olyan, igen. Ez olyan, mint amikor az van, hogy hogy valaki, valakit elrabolnak, én elváltoztatott hangon fölhívja. ti már fel a magyar hangját, ezt erről pátam, már beszéltük. Ez ugyanaz, igen. Ez tehát köszönöm. azt gondolom, hogy ezek elrontják az élményt. Mert ha én tudom, hogy benne lesz az az epizód főgonosz, vagy a sorozat főgonosza az adott Edizója. részben, akkor, akkor már tudom, hogy valószínűleg merre fog haladni a történet. Hú, na, ma nagyon! Ma kibeírok egy kis egyes magamnak. No, de nem hagyom magamat eltéríteni, mert azzal, de, az. be meg, felélni. el kell, hogy térjsel, mert Susan Clarkról beszélt, és azt mondtad, hogy bocsáss, azt mondtad, hogy szép Susan... kort élt meg. Susan Clark, szép kort élt meg. Ő még mindig él. Ráadásul még mindig él. Na, jó, jó, oké. Okay, okay. Mert én azt néztem, hogy ö, a 2000-es években abba hagyta egyszer csak a forgatást, azóta nem csinált semmit, ö, viszont még mindig él. Jó, tök jó. Köszönöm a pontosítást. A rendezőnél még ennél is szebb kort élt meg. Ugyanis a rendező az nem csak rendező rendezett sorozatokat, meg filmeket, meg producerált is, hanem rengeteg rengeteg filmben szerepelt színészként. Ez egy érdekes figura lehetett. És 106 éves korában halt meg két évvel ezelőtt ez a bizonyos a általunk ugye nem nagyon ismert bizonyos Norman Lloyd, tehát hogy de 150 vagy nem tudom hány színész szerepe van, és képzeljétek, hogy az egyik utolsó film szerepe a Judd, Epeto, ő azért mond valamit euh, még a mi, mi, néző, vagy mi hallgatóinak is. Szóval Jad Epeto leg egyik filmében a Kész Katasztrofa című filmben száz évesen szerepelt. Tehát, hogy, 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 ő komolyan vette a filmezést, valószínűleg ez is egy ilyen és klasszikus... Volt szerepe is? Nem tudom, nem néztem utána, de érted, ezek klasszikus hollywoodi színészek, akik az 50-es vagy a 40-es években elkezdtek szerepelni ott Hollywoodba, és végig torták az egész életükbe ezt olyan filmográfiát nyomtunk most itt, hogy gyerekek ezt Igen, és akkor azért említsük meg, hogy a Bryce, aki, akit lelőttek, de azért most hosszabb szerepei voltak, tehát aki a halottunk, őt bizonyos Richard Andersonnak hívták, és őnek is nem tudom, 180 ö, címből áll a, színészi karrierje. Tehát ő is a klasszikus hollywoodi színész generáció egyik tagja volt. Na, ezzel én is bezártam a, a rendező, színész és stb. stb. részemet hogy egyik szava volt a másikban egy na mi történt akkor a, a, nyomozással? Megjelenik Kalambó. Meg, meg, meg szerinted rögtön az, rögtön az tudta? rendőr, amit te is mondtál. Meg az a rögtön rögtön. rendőr. Szerinted rögtön tudta Kalambó, hogy itt valami, itt valami, itt, itt, nem kerek a történet. Kalambó mindig rögtön tudja. Ezért volt buta a gyilkosunk ezzel, hogy minden ragaszkodott hozzá, hogy ő kitervelte, amúgy, ahogy te is mondtad, Áron, valószínűleg a 70-es évben egy jól eladható tervet, Amihez kellettek, azok a körülmények, amik, de ezek a körülmények nem jöttek, de ő ragaszkodott hozzá, hogy megcsinálja és megrendeztem, mert nem ugyanaz. És uh, szerintem Kalambó nem is nagyon foglalkozott ezzel az egész ügyel, egészen addig a pillanatig, amíg, uh, nem leznél, nézel, hanem Peter Hamilton, az a bizonyos ügyvéd, aki ugye, ahogy mondtad, átszökkent a kerítésen a lövések halatára, elejtette egy olyan megjegyzést, hogy hallotta a lövést, majd megszólalt a riasztó. Holott a hivatalos verzió, Besszerint az volt, hogy a riasztó megszólalt, ő fölébredt félkomásan sok altatótól, és kapásból lőtt. És Kalambó itt nem kérdezett erre vissza, de ahogy mi is felemeljük a szemöldökünket, ő rajta is látszott, hogy hoho, -ho, hát itt valami nem stimmel, de nem nagyon ment rá erre a témára még akkor. De ott lehetett látni, hogy ő valamit már sejt. Őszintén szólva, szerintem a rendező kihagyott egy, egy zicsert, ahol én hibát véltem fölfedezni. Akkor, amikor még mindig ennél a gyilkos pillanatnál járunk, és ugye a, valódi sorrend az az volt, hogy először lőtt, háromszor ráadásul, tehát elég, elég, elég sokat lőtt. Egyetlen volt. Igen, majd utána megnyomta a riasztót, és utána ugye ő átrendezte a szobát, oda rohanta a teraszajtóhoz, kinyitja, és betörte az ablakot a teraszajtón, vagy az üvegajtón, hogy, hogy látszódjon, hogy valaki így behatolt. És egyrészt az egy dolog, hogy nem volt hangja, tehát hogy valószínűleg a szinkron hibás de hogy az megint csak senkit nem zavart, ez az egész film alatt nem zavart senkit, hogy valószínűleg a csörömpölés is kellett volna hallania az ügyvédnek, tehát aki rohant a, Ezért a kúria én is felé. de a ház hátulján volt, nem biztos, hogy, hall, kellett, hogy hát jó, oké, elfogadom, minden esetre ott, ott, ott tehát időben az sem jön messze ki. messze volt. Tehát ott, ott is először lőttek, majd utána, utána az üveget betörte. No mindegy, én ezt egy viszonylagos hibának éreztem, és én ezt, ezzel ezt nem, nem tudom fogadni, senki. hogy nem, mert még elég messze. Tehát, baromi sokat futott. De igen, tényleg sokat futott. Lefutotta a maraton, mert tényleg igen. azt láttuk, hogy már ott van a tövében, de még aztán még csak egy kis kerítés közben jött. Tehát, hogy... És amikor kitörte az üveget, akkor szerintem még elég messze volt ahhoz, hogy talán ne hallja, át lehet, pontosan nem tudjuk, hogy mekkora ez a kúria, nagy. Tehát azt láttuk, hogy nagy, mert amikor reggeliztek az egyik első jelenetben, akkor láttuk, hogy, 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 nagy a kert, medence van, oda hozzák a komornyikok a reggelit. Szóval ezt láttuk, hogy nagy a kúria. És amikor Kalambó minden esetre elkezd nyomozni, és ugye az a tippünk, hogy ő neki az elején már nem, tehát látszik, hogy nem kerek a történet, de ő szép lassan fölfejti azt a négy-öt hibát, amit, amit hibázott a, a gyilkosunk. Az egyik erről már beszéltünk, a hibát, hogy a sorrendje rossz volt. De itt voltak még hibák, amiket ő szép, lassan, módszeresen, ahogy, ahogy fogalmazotta ebbe a részbe, hogy így beleeszi magát az agyába, és nem hagyja nyug, nyugton. Tehát nem hagyja nyugton, amíg nem tudja összekötögetni a kapcsokat. Mik voltak ezek a hibák? Hát például az újság. A besz, ö, vallomása szerint ő egész nap ki sem mozdult otthonról, mert ő annyira nem érezte jól magát, ezért is feküdt le korán, bevett altatót, és ő nem ment sehova egész nap. De Kalambó ugye talált az előszobában egy újságot, egy aznapi újságot. Hogy ez hogy került oda, hogyha ő nem ment sehova? Hát a futár hozta. jött? A... Jött az hát okos a futár más, hogy hozta. futárhozta. De Kalambó ugye okos, hogy oké, de ez a délutáni szám volt, mert benne voltak a sporthírek. Na tegyünk itt egy nagy zárójelet, ugye ez ma már nincsen. Tehát nincs, Magyarországon ma már nincs, nincs, délutáni kiadás, vagy esti kiadás. Ott volt, de erre is érkezett igazából egy kvázi ehető válasz. Hát itt ingatjuk a fejünket, igen. Fogja, azért a kvázi ehető válasz, hogy hát izgalmában fölkapta, aztán ott lerakta. Biztos arrébb így van. És édesanyja meg is védte, hogy Kalambó hogy várhat, a gyomozó hogy várhat el egy ilyen stressz helyzetben logikus gondolkodás valakitől, de kicsit vidámkodjunk is mert ugye megérkezik az édesanyja. Az anyuka. Az anyuka. az anyuka, aki egy, egy igazi, egy, igazi, nem is tudom, primadon, nem is tudom, hogy mondjam, egy dáma. Hát egy, 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 mat, egy matriarha. Egy dáma az ölebével. Egy mat, a ah, nagyon jó, nagyon jó, köszönöm. És itt azért, azért Kalambónak megint megkapta a magáét, mert Kalambó éppen ott valamit matad, hát mit csinál, éppen az izzót nézi, megérkezik az anya taxival, és akkor ott a Kalambót egy szolgálónak nézi, és mondja, hogy hát akkor legyél a drága, fogd meg a podgyászomat, és fizesd ki a taxit. És, és ez a tipikus kalambó szerethetősége, hogy ő ezt nem kikéri magának, meg megsértődik, hanem lemászik a létráról komótosan, kiveszi a batyút, kifizeti a taxit, és beviszi a bőröndöket. Tehát, hogy nem csinál ebből semmilyen faxnit, hogy ő most itt hát ő egy rendőr, meg hát ő itt az atya úristen, meg nem Szerintem tudom. a nyomozáshoz, tehát a, a, ez hozzátartozik ahhoz, nem csak a személyiségéhez, hanem ahhoz nyomozni szokott. Mert hogyha ott rögtön kikéri magának, akkor teljesen másfele megy. De amúgy se tenné meg. Igen. Tehát ezzel csak ezt akarom mondani, hogy alapból ilyen és, és beleraktak megint egy ilyen szálat, hogy, hogy ahogy beszéltünk róla sokszor, hogy lássuk és érezzük azt, hogy egy közülünk való kis ember. Olyannyira, hogy szerintem, hogyha ha egy ilyen szituációba keveredünk, mi is annyira, meg, annyi, annyira meglepődünk, hogy jóval, hát jó, van, hát végül, és akkor kivehetem én a taxiba. Tehát, hogy annyira meglepődünk mi is, hogy ezzel tudunk azonosulni a kalambok karakterével. Én is javaslom, hogy a viccesre folytassuk, de ha már az anyuka szóba került, én mindenképpen meséljük el a hallgatóinak azt, hogy anyuka nem csak matriarcha, hanem hogy ő ugyanolyan bántalmazó kapcsolatban van a lányával, mint hogy a bátyis bátyis. A Price kedvence. Volt. Igen. Az a klasszikus anyuci és kedvence. Ez az a pillanat, amikor tényleg elkezdjük sajnálni a gyilkos. Tehát, tehát oké, okay, ő a gyilkos, de hogy elkezdünk szimpatizálni a, a női főgonoszunkkal, a, a gyilkossal. Ez majd későbbiekben még ide vissza akarok térni, csak ezzel a, a zárója bezárva. Mondja, a következő vicces Abszolút jelenetet. igaz, mert, mert én nem csak tényleg, hogy bests, hú, de ez ez, ez ez szép szó, ugye, akkor azt mondod, hogy bests, Szóval a lány tényleg semmire sem tartja az anyja, mert hogy ő ott, itt, itt fel is vázolja konkrétan, hogy Bryce intézett minden Bryce vitte a céget, még, még feletted is ő gyámkodott, ő hogy, vagy, hogy kettőt tudjál előre lépni, te szerencsétlen hülye, mert, mert te arra se lettél volna képes. Tehát tényleg itt nagyon lealázzák, és itt lehet látni azt, amit, hogy, hogy itt nagyon durva a kapcsolat volt. De amikor kiderül, hogy Kálánból még, mégiscsak egy nyomozó, nem pedig a, ott dolgozik, mi meg is mutatja az igazolványát anyukának, és egy nagyon jó beszélgetés zajlik le köztük, hogy megnézi az igazolványt, ránéz Kalambóra, és azt mondja neki, hogy hát nyugodtan letagadhatná, hogy rendőr. És erre jön a reakció, hát nem is dicsekszem vele. <laughs> <laughs> igen, igen. De volt még egy ilyen, ilyen vicces jelenet, amikor a, a Leslie nielsen nel azaz Peter hamilton aki a cégnél dolgozik jogászként, és ugye csapja a szelet, vagy hát együtt van -e a, a lányjal, szóval vele elmegy, Kalámba enni, ez vége felé van már a résznek, és ez, ez egy ilyen drive through vagy nem igen. is drive through hanem drive-in, nem? Szóval, drive-in volt, ez drive-in. oda kocsival, de kihozzák a gyorsétterem elé a parkolóba a kaját, tehát nem mész be a, a gyorsétterembe, és nem is az van, hogy kiadják ablakon, hanem odahozzák. hát nem, vagy görkölcsök, vagy, vagy, vagy gyalog. Ez, és így én a, ez Amerikának a egyik ilyen mm, magja, vagy hogy é, mondjam abszolút. ilyen, ez ilyen így nagyon van, tipik. Így van. Ez, ez a Sava nyolcvanas évek Az a savaborsak. Na a... de hogy ilyet ti láttatok, hogy olyan fémtálca, amit rá lehet akasztani az ablakra. Az ablakra. Akasztani. Hát, ez ez nagyon vagány. Kevés Stranger Things-et nézel, szerintem abban is volt. Lehet, hogy volt egyszer, de az Annyira nem tűnt föl, mint most, és hát természetesen fölhívja a figyelmét a, 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 a vevőnek, azaz Kalambónak, hogy hát majd ne hajtson el a tárcával, mert mindenki el szokott hajtani itt a, a tárcával, és hát itt tudjuk, hogy a jelenet végén természetesen el próbál hajtani Kalámba, és utána kell... Oldatni. Még jó, hogy nem autós mozi, mert vinni a hangszórót is. Hát lehet, igen. De, <laughs> De utána igen. azért ő megáll, és, és, rögtön elnézést kér. Hát persze, meg gondolat, ugye rögtön egy gondolat jött Kalámbóban is, olyankor menni kell, tehát ez olyan, mint a hasmenés, akkor azonnal. Ugye minden Kalámbó részben vannak ezek az ilyen oldottabb részek, ezek egy kicsit ilyen bőrleszk, vagy legalábbis a, a kisembert előtérbe hozó jelenetek, hogy nem mindig csak nyomozás lássunk, hanem lássuk ezt a szerethető részet a kalámbónak, amikor mesél a feleségéről, hogy a feleségevel összekaptak, és... Ne utáljuk annyira rendőröket, ez azért lehet. Lehet, nem tudom, de hogy ez ez, ez menetrendszerén érkezik egy részben egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, egy-egy ilyen kis színes rész, és nyilván imádni valóak ezek a részek. Haladjuk viszont sorba, mert egyszer csak nagyon gyorsan jön egy tárgyalás... Szinte villámsebességgel tárgyalják ezt az ügyet. Nekem ez meglepő volt, nem tudom. Pár nap a később, valószínűleg, ugye? Hát igen, de ez így pikpak. Biztos nem Polt Péter az ügyész. Hát. Tehát az a baj, hogy én én most. Kormánypárti hallgatóinktól elnézést kérek. Feldobsz ilyen labdákat, és nekem csendben kell maradnom. Na, lapozzunk, én azt mondom, lapozzunk. Lapozzunk. Úgyhogy Kalambó is itt is ott van, mindenhol ott van. És a tárgyaláson. Besz reakció egyébként nagyon árókodóak, mert hát konkrétan rágja a körmét, annyira ideges az ítélet hirdetés előtt, de nagyon, és amikor ártatlanak minősítik, mert hogy az esküccék ártatlanak vaja, hogy hát végülis ez egy véletlen baleset volt, akkor kitör a boldogság, és gyakorlatilag egy inverz reakció lesz, azonnal átmegy egy, egy olyan személy, egy olyan embert látunk, Akit eddig nem. Tehát tényleg az elnyomott ö, ö, kis apró törpéből lesz egy, egy, egy világlédi, aki kitör, és kapásból meghívom az egész esküdszéget vacsorára, és fú, és, és azonnal egy olyan arcát látjuk beznek, ami nem csak minket lep meg, hanem bizony Peter Hamilton ügyvédurat is. Bizony, és innentől kezdve egy, egy új főszereplőt kapunk, új, új. Tehát fodrásznál jár, ruhákat vásárol. Autót vesz. Mi, mi volt? Ferrari volt, vagy Lamborghini volt? Tehát valami, valami nem, nagyon egyik drága sportkocsit vásárolt. Amerikai autó volt. Ja, amerikai volt? Na mindegy. Nem, nem mutatták, nem mutatták, de amerikai Van volt. Van egy olyan pont, amikor olyan pici lila rucit próbál föl, ami... Hát nekem meg kell mondjam, egyébként egy rendkívül csinos szereplőről beszélünk. Ez egy, ez csinos színésznő volt, pedig ekkor már 35-36 éves játszott el, és... Hát, te... 35-36 évesen nem lehet valaki csinos. Nem, azt azzal foly... Fiúk, azzal folytattam volna, hogy 10 évet letagadhatott volna, tehát eszméletlenül jól nézett ki, így van, de azért az a lila rúci, amit ott fölpróbált, az tényleg olyan, mint, hogy, mint, hogyha 20 évesekre szabták volna. Szóval tényleg ott már a Peter Hamilton is nézte, hogy miért ilyen a ruhát veszel föl. hát, hogy nem szokott hozzá, de jól lát neki, basszus. Jól lát neki, de hogy, hogy tényleg, nagy átváltozáson megy keresztül, és közben ugye ő is elkezd főnöközködni, bossi lédivé kezd válni. Wow. De ne, hát tényleg, hát Igen. az igazgatósági tanácson, tanácsülésen úgy leoltja a többi igazgatót, hogy itt csak így nézünk. Hát ahogy megjelenik már az, hogy ne gyerekek, itt én vagyok, aki a, a falut, és én hello. vagyok A főnök, így van, így van, ő, anélkül, hogy egyeztetné a jövendőbeli férjével a Peter Hamilton, előbb bejelentő, hogy már pedig összeházasodunk. Ott is csak néz, mint Rosie a moziban, hogy tényleg, akkor mi tényleg össze fogunk házasodni? <laughs> leoltja a, a, az anyját, az igazgatósági tanács tagot, szóval, hogy, hogy egészen átalakul, és abban a pillanatban mi, mi nézők kezdünk eltávolodni ettől a szereplőtől. Tehát játszik velünk a rendező, és egy nagy, tehát, hogy nagyon más képünk kezd kialakulni erről a nőről. Már nem sajnáljuk. Például. Már nem sajnáljuk, mert, 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 mert már átment tényleg, már ő, is, ő lett igazából pont olyan, mint amilyen a bátyja volt. Ugye, egyébként ez érdekes, hogy, hogy egy bántalmazott ember, ha kiszabadul, akkor ha legalábbis. Ő is bántalmazóvá válik. Hát legalábbis, hogyha ebből tanulnak a pszichológiát és az életet, akkor azt látnánk, hogy ő is bántalmazóvá válik. Nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság. Nyilván van ilyen is, olyan is, de itt ezt látjuk, hogy gyakorlatilag tök ugyanolyanná válik. És sőt, még arra is van utalás, hogy mivel a Peter Hamilton kifejti neki, hogy hát nem. Te, hát ő ugye ő, ő, ő tényleg szerelmes volt bele, tehát ő nem, nem a pénzért szerette ott, Igen. és hagyta volna az állását. És ez a fajta új besz. Ez Há, nem jön be neki. Hát neki nem annyira jön be neki, hogy, hogy nagyon fura ezt így látni, csak én nagyon finoman jelezte ezt neki, és erre a besz oda szúrt, hogy ja, ha nem tetszik, hát akkor akkor nem muszáj ezt. Itt, itt azért szeretném hozzátenni, hogy én azt gondolom, hogy ezt besz eltervezte már korábban. Tehát neki... hát igen, neked van ilyen érzésed? Volt egy olyan hm. jelenet, egy olyan rész, ahol ő már szerintem direkt provokálta a Peter Hamilton-t, vagy Mr. Hamilton-t, tehát már mint a direkt provokálta volna egy kicsit ezzel a, ezzel a, viselkedésével, és várta azt a reakciót, hogy, hogy akadjál ki. Mert hogy nekem most már, hogy kiszabadultam, kitörtem, már igazából nem kell lesz. Ja, mert hogy te csak egy jogtanácsos és úgy vagy. akarok tőled megszabadulni, hogy te szabadulj meg tőlem. De lehet, hogy csak belegondoljuk, de egyébként logikus, amit mondasz. Lehet, tehát ezt nem, nem, nem meg rá. Viszont egy fontos mondatra szeretnék visszatérni, amit abban a bizonyos ominózus drive-in jelenetben volt, amikor Peter Hamilton azt mondta Kalambónak, hogy beszabadságának szabadságának ára Bryce halála volt. Ez egy olyan mondat, ami egyrészt valamilyen szinten igaz, másrészt pedig uh, itt tényleg itt előjön, hogy hát akkor itt azért kőkemény indítékokról beszélgetünk, baleset idézőjelben most én is így mutatom, hogy baleset ide vagy oda. Igen, akkor már Kolomba egyértelműen tudta, hogy itt, hogy itt sáros, és utólag az utolsó jelenetekben már az is egyértelművé válik, hogy őt Tudta, csak nem voltak bizonyítékai, mert hogy sorra jöttek elő az ilyen közvetett bizonyítékok, az az hibák. Azok meg magyarázva. Ugye ilyen hiba volt az újság, erről beszéltük, ilyen hiba volt a, a, kulcs, de ilyen hiba például az, hogy előre már megrendelte a kocsit, még mielőtt a gyilkosság megtörtént volna, hiszen nem szállítanak le három nap alatt egy sportkocsit Hát a... három héttel előtte meg, megrendelte. Igen, el, tehát három héttel előtte vissza. megrendelte, és ugyanolyan hiba a kiégett villanykörte. Ezzel vitatkoznék. Na. mondd mond a hibát, és majd én belekötök, kérlek. Oké, okay, a hiba az az, hogy van a villanykörte, ott van egy magyar fordításban hibás matematikai számolás, de én megnéztem az eredeti angol szöveget, ott jó az a, a, matematika, ott az a matek, hogy napi 8 órát, ha ég egy villanykörte, és bírja 800 órán keresztül, akkor egy ilyen 100 nap alatt ki égni, tehát és fél három hónapig bírja egy ilyen körte, és utána mindig cserélni kell, és ez mivel ki lett cserélve, nem, hogy kiégett, tehát hogy ugye ez volt a, ez a fedősztor, hogy ki volt égve a villanykörte, ennek koszosnak kellett volna lennie, meg rá kellett volna tapadnia a, halott bogaraknak, rovaroknak, és a kalambó szerint ez egy tiszta villanykörte, tehát itt valami sumákság van, és azzal magyarázta a, a BESZ, tehát a gyilkosunk, hogy nem, mert biztos naponta takarítják a komornyikok. Tehát kb. ez így a sorry. Ez vállalható is lenne, ha igaz, de ugye ez, ezzel az a baj, ezzel a magyarázattal, hogy bár egyébként legit, mert hát burzsó burzsóéknál nem éne csinálnának bármilyen hülyeséget. Hát, csak hát meg lehet kérdezni a, a személyzetet, hogy csinálnak-e ilyet, de ez ugye nem történt meg. El nem kérdezték meg, igen. Viszont, viszont technikailag ez azért baromság, mert ö, aki már valaha látott izzót vagy villanykörtét, Azért olyan, ami nem találkoztunk, hogy egy izzó egy nap alatt tönkre megy? Dehogy. Én simán, én is, dehogy nem találkoztunk, persze. Tehát nekem itt Kalambó az felvezeti azt, hogy már pedig ennyi, ennyi órát kell égnie, igen, normál esetben. De nekem is volt olyan izzom, ami égett egy ideális fél, világba. fél éven keresztül tök frankon ment, és volt, amelyik egy nap alatt kidöglött. Tehát, hogy ez simán ahogy Áron mondta, ez is egy közvetett bizonyíték, sok-sok apróság, ami egyébként zavarja Kalambót, mert kap rá a magyarázatot, de igazából mégsem. Szerintem reális, főleg a 70-es években. Tehát az izzó az pontosan az, ami a, hogy mondják, ez tervezett elavulás, tehát az izzó maga a példa a tervezett elavulásra, és szerintem, ahogy manapság is, amikor egy modernebb izzót veszel, akkor is nagy valószínűséggel garantálható, hogy az addig fog égni. Szerintem régen is nem. ez így volt. Szerintem a kettő között volt ez más, hogy amikor lementél a plusz diszkontba, ott megvetted a nem tudom, 50 forintos égődet, és akkor már így megráztad, és már akkor a, a benne lévő warfram szal, így, a, nyav, 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 Jó, hogy hívják oltat? tehát azt, hogy, hogy ég, nem a szarítók. Igen, fették. hogy nem olcsó, tehát hogy egy olcsó égőt igen. Zlót. Hát, akkor is benne van, hogy rossz, mert nekem volt, hogy itt jó márkájú ledes lámpa is ugyanolyan, az egyik mai napig működik, a másik meg egy hónap után benne. Igen, volna. de ez hagyományos izzó. Szerintem a hagyományos izzó technológiája az nem annyira nagyon bonyolult, hogy ott ne, ne, ne tartanak ki, tehát hogy sokkal tovább is. az egész, csak azt mondom, hogy itt a technika ördöge benne van, és azt, azt, azt egyszer nem tudod kiszámítani. De ez kicsit olyan, mint amikor a CSI-ba bemegy a csávó a, 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 lakásba, vagy a hotelszobába, és akkor így látjuk, hogy így rá zoomol a egy kis szöszre a földön a kamera, és akkor azt fölveszi, megtalálja, és abból hívják, és az az egy szösz van az egész nyavajás padlón. Hát nálunk bejönne a CSI, <laughs> és végignézne a padlón, hát nem csak azt találná. <laughs> nem szóval is hogy, tud, mit szóval kicsit, kicsit, szerintem ez is ilyen dolog, hogy, hogy ez ilyen dramaturgiai elem. Hát a kalambóféle. Igen, hogy, hogy, az, hogy ami nem stimmel, az apróságok kiszúrása, tehát közvetett, vagy még csak annak sem mondhat bizonyíték. Hát ami amit ami, kezd az agyára menni. Igen. Neki is az ügy, meg ő is a, a, a gyilkosnak. És Áron visszabíten... mondana valamit, nem, nem engedem, mert ezt el kell mondjam. Kalambónak megint mert te komoly dolgot fogsz mondani, érzem, látom a szemeiden, hallom, hallom a szemeiden, úgyhogy én még szeretnék előtte egy tehát Kalambó azért megint hozza a formáját, mert a szépségszalomba, amit Áron említettél, utána megy besznek, és annyira pofátlan, hogy abban, a, abban a, az idilli gyönyörű rózsaszín, tényleg ott, ahol, ahol a csillámpónik repkednek, minden olyan, ez a paraszt ott szivarozik, de úgy, hogy akkor konkrétan füstöl is ezerre. Tehát, igen. hogy erre, erre, erre rá, rá, odafigyeltek, hogy akkor a szivarnak rohadtul kell füstölnie, és be is akart volna menni egyenesen a fülkébe is füstölő szivarra, és hát szegény pultos kis csaj, el, hát azért nem kéne, ki is voltak akadva tőle. Jó, de bocs, ez egy olyan dolog, amit, amit amúgy szóvá teszünk, és, és, rendszeresen előjön a Kalambó podcastekbe, hogy Kalambó bárhol rágyúj, de azért a világ nagyon más volt. Ugye a dohányipari lobby az nagyon erős volt, és egy olyan korszakról beszélünk, hogy még Magyarországon, és egészen még a 90-es évek elején is készültek olyan tévéműsorok, például Vámos Miklósnak, ahol, ahol színpadi beszélgetés során ott ült a vendég, nem tudom, és, és dohányzott. Kern András például, András például az így az van. Az vagy, vagy nemrég láttam egy beszélgetést, és Gobbi Hildával, amit készített Jusz László, a Gobi Hilda otthonában, a 80-as évek közepe vége fele, a halála előtt, és, és ott is így van, és ott is dohányzik. Kár, hogy ez kép Á, olyan Nem is kell hogy... ennyire visszamen, visszamen, menj, régre visszamened, mert Fridékus meglepő és mulatságos állinterjú. Ott is az ugye 2000-es évek. És ott is van Antanimre például. Az Antanimirevel készült állinterjú, tüneményes volt egyébként az Antanimre, ott ő rágyújt kapásból. Tehát ott is ment ez még. Itt nem is az, nem is a dohányzás, azért mondom, hogy kiemeltem azt, hogy arra rámentek, hogy nem az, hogy ott van a szájában a szivar, mert azt már megszoktuk, hanem hogy konkrétan pöfékelt vele. De sokszor pöfékel vele. De itt nagyon. Nekem nem tudom, akkor én vagyok a, a, a nem tudom mi. Hát nem dohányzol. Zavarta a füst. Jaj, Margit maradjál, nem úgy <laughs> Igen, én azt a komolyat még mondtam volna, hogy volt még egy ilyen nyom, ami megint csak közvetett bizonyíték, és nem tudja igazolni Kalambó, hogy ki a gyilkos, mi szerint a gyilkosság estéje előtt valamikor nem sokkal lenyírták a füvet, meg harmatos a fű, mert hogy éjszaka történt, tehát biztosan oda kellett volna tapadni a, a lába, vagy a, a cipője talpához néhány fűszálnak és őket ezt én igazolom, tehát én házban lakom, fűnyírás után néhány napon keresztül tényleg oda ragad az ember cipőjére a, a frissen nyírt fű, és az összes fotót, ha amikor átnézte államból, nem látta, hogy a lepuffantott áldozatunknak a cipőjének a talpára oda lett volna, akár egy fűszál is ragadva, ez is ott motoszkál a fejébe, nem hagyja nyugodni, de nem tudja ebből se bebizonyítani, hogy na, akkor ki a gyilkos. Gyilkosság időpontja miatt érdekes? Igen, mert hogyha megkerülte volna tényleg a házat, ahogy állítja besz, akkor muszáj lett volna, hogy, hogy, a talpán legyen fűnyom, hiszen fűvön keresztül jött be. Ez, ez jó, jogos a kérdés, azért jogos, mert ez dramaturgiailag úgy van megcsinálva a rész, hogy kb. az egyharmadánál fölmentik kvázi a gyilkosság alól, a gyilkosunkat, hiszen a bíróság kimondja, hogy ő nem gyilkos, ez egy véletlen baleset. És ennek ellenére Kalambó folyamatosan rájár a nyakára, és később is folyamatosan nyomoz ki, is mondják neki, hogy miért, tehát hogy, hogy, az okon is veszi, hogy miért nyomoz, sőt, egy ponton a nő kitiltja az irodájából, meg a házából is Kalambót, hogy többet ne jöjjön, hiszen hiszen őt Őről... Hogy most a hagyja békén. Igen, a bíróság is kimondta, meg az eskütszék kimondta, hogy ez egy baleset történt. Csak ugye a Kalambót nem hagyja az egész nyugodni, mert vannak ezek a jelek. Tehát így dramaturgiai így épül föl, bocsánat. Ez, ez tök jogos a kérdés, hogy hogy, hogy hogy, hogy, hogy zajlik itt a nyomozás. Azt láttátok egyébként, hogy Kalambót itt mennyire zokon vette ezt? <hállt> tehát, hogy olyan arcot vágott, amikor ugye besz elzavarta, hogy most már tipli van öreg, és hagyjál békén, hogy ott tényleg azt látszott, tehát ott, nem, ott azt látszott rajta, hogy Hát nem már tehát, hogy tényleg meg volt sértőd, vagy hát ez egy bunkó, ezt én lesítre vágom. Én egyébként jogilag nem pontosan értem, most mivel nem néztem meg a részt, ezért nem tudtam ebből a részéből fölkészülni, de én ezt jogilag nem teljesen értem például, hogy milyen parancs alapján nyomozott még utána, amikor már vége lett az ügynek. Egyrészt, másrészt pedig Amúgy az is érdekes, de most egy, ha egy ügyvéd hallgat minket, akkor nyugodtan kommentelje be, de ugye vannak olyan esetek, ahol már ha egyszer azt mondják, Ugyanazért hogy... Ugyanazért még egyszer nem, nem, nem vagy akkor még egyszer nem ítélhetnek el ugyanazért, yeah. de nem folytatható le az eljárás újra. És ez nekem egyébként nem tiszta ebben a történetben, ez hogy ez hogyan neked lehetséges. Ez tehát, sem hogy, sem. Hogy, tehát, hogy oké, okay, rendben, mégis nyomozott, lebuktatta, meg vannak a bizonyítékok, de jogilag ugyanaz, a, ugyanaz az eljárás, vagy mondjuk akkor nem volt az még jogerős, vagy, vagy én, ezt, én egyáltalán nem értem, hogy ez, ez hogyan lehetséges, de, de ezt már többször beszéltük, hogy a Kalánbóba sokszor van olyan, ahol a, a, a nyomozás követ, utáni nincs nem benned. Nem, így van, azzal nem nagyon foglalkoznak. Igen, már alapból én sem értettem, hogy, hogy milyen jogcímen van ő még ott, hiszen ő elvileg, mint, mint nyomozó, vagy mint gyilkossági nyomozó, már egy lezárt ügyben ő mégis bemegy, kvázi magállagsértést követel, tekerge, jobbra megy, balra megy, jön, megy és igen, ezt, 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 én sem tudom egyébként, bár biztos lenne egyébként, aki megmagyarázná, hogy hát láttatok már kalambó részt, akkor az a be így működik. Úgyhogy lehet, hogy ez, ahogy beszéltük, hogy ez a kalambóféle féle sajátosság, hogy hát nekünk itt nem kell az összes paragrafus felütnünk, mert akkor megdől az egész Nem kell, és a részben egyáltalán nincs erről szó, tehát e egy fél mondat sem szól arról, hogy egyébként Kállából miért nyomozik. Nem tudjuk, ezt e, jótékony homály fedi. Én azt hiszem egyébként, hogy ez nem működhetne így, de ez mégiscsak egy szórakoztató krimi sorozat, nem pedig egy ö, milyen akták, vagy szóval hogy szokták ezt, vagy, vagy, amikor tudod, volt olyan bírósági sorozat is, hogy. A, döglött aktály. Igen, meg van szóval az, szóval... hogy felperes, alperes, és akkor van egy bíró, és akkor ez, a, ez az ilyen doku reality, hogy a bíró aztán végül ja. dönt. Vol volna. Ki? Katali bíró. Katali bíró, de hogy szó, ez nem ez a sorozat. Ez Figyelj, valószínű, sorozat. Én, ha tippelnem kéne erre a bírósági tárgyásra, azért volt szükség, hogy ö, ami kis főszereplőnk tényleg teljesen átalakulhasson. Mert ö, ezt, amit mondtam, hogy amikor még az ítélet hozatal előtt, azért ő nagyon-nagyon, azért kicsit úgy rágta a tehát parázott rendesen, és akkor még nem mert nagyvilági ö, asszony, nagyvilági Boss woman, boss woman, lenni, és, és, kellett neki egy megerősítés ahhoz, hogy, hogy, kimondják, hogy ezt megúsztad, és mostantól te vagy a Jani, és csinálhatsz mindent. Mert nyilván ahhoz, hogy, hogy döntéseket hozzon a céggel kapcsolatban, a ügynökség egész pontosan, az lehet, hogy ez kellett. Tehát én arra gondolok, hogy erre azért volt szükség erre a bírósági tárgyalásra, független attól, hogy most ez jogilag mennyire áll meg, vagy nem. Mert uh, ahhoz, hogy a karakterünk átalakulhasson, és egy antipatikus nehezen azonosulható, meg ugye a Peter számára is Peter, ugye? Nem Louis. Peter Hamilton számára is egy elfogadhatatlan emberé váljon. Louise Hamilton. Az, a, az másik. <laughs> Így lassan már a vége felé járunk ennek az epizódnak, mármint a Kalambó epizódnak. Végül mi, epizódnak. Az, végül mi volt az, ami kétséget kizáróan bizonyította? azt, hogy beszólt a gyilkos. Tehát hogy, Kalambó hogyan bizonyította a, ezt, a, ezt, az ügyet? És ha beszól a Kalambónak, akkor beszól? Van egy nagyon fontos rész szerintem, hogy ugye a koronatanú az 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 ember, aki... A jövendő belie. Igen, Peter Hamilton, mert hát ha csak visszatér arra az eredeti elhangzott mondatra, ugye, amit már kiemeltünk még az adás elején, hogy lövés, majd riasztó. És amikor Peterrel újra beszélget, már, ugye, már, a vége felé nagyon, akkor hát először is ugye Peter már jelzi, hogy hát Besz nagyon megváltozott, és itt lehet, hogy nem lesz esküvő, meg semmi. a hogy... harmadik viszkiét is szólt a kocsmába, boldogtalanul. Tehát, hogy, hogy, ott, már, ott, már, ott már eléggé kiderül az, hogy itt, itt már nem, nincs itt olyan nagy harmónia közte és Besz között lehet, vagy nem biztos, de talán lehet, hogy emiatt is Peter hajlandó, lett, hajlandó volt tanúskodni ellene, mert talán, hogy ha a nem változik meg ennyire, és nem lesz ilyen, ilyen, idióta, akkor, akkor lehet, hogy eszébe sem jut ezzel foglalkozni, hiszen a jövendőbeléről van szó. De mivel, hogy annyira megromlott a viszony köztük, tehát akkor át csalódott Bestben, hogy, hogy gyakorlatilag Kalambó nem is kiszedi az igazat, mert itt szó nincs erről hogy ki kell mert ugye azzal flexett a Peter az elejétől fog, hogy neki barom jó a memóriája. És Kalambó ugye erre figyelmeztet, hogy akkor azt a híresen jó memóriádat, akkor szedjük már elő, hogy hogy is volt az a lövés, riasztó, riasztó lövés történet. És hát megerősítés nyer, hogy már pedig azt tényleg úgy hallotta, hogy három lövés, majd riasztó. Viszont akkor nem lehetett, hogy ő arra ébredt föl. Így van, olyannyira fontos ez a momentum, hogy ha visszaugrunk a tárgyalásra, arról nem volt szó, hogy a, ezt a bizonyos Pitört, aki a menya, vagy főlegénye fő, ennek a nőnek, akit megvádoltak a terjesztőn, hogy őt nem hallgatták ki tanúként. Holott ő... De kihallgatták, volt tanúvallomása. Tanúvallomása volt, de... Volt, volt tanúvallomása, azt olvasta Kalambó. De abban nincs szó arról... Az nem volt benne. Hogy hát... a lövés, meg, tehát milyen sorrendben, tehát ez nem volt benne. Ez nem volt benne, mert akkor megállt volna az ügy. Visszatér, és itt azt mondja, hogy ő igazából sokkal jobban emlékszik annál, mint hogy a tanúvallomás Elmondta, ez nem mondja így ki a forgatókönyvíró, csak nekünk nézőknek ez teljesen egyértelmű, hogy itt, hogy itt, még hogy itt csak azt történik. mondtam, hogy akkor még bevédte. Hogy akkor csaid, még bevételt. és most már lehető alatt, Lehető tudatalat, ezt nem tudjuk, de most de már De most nem. meg már tudatosan nem védi be, mert hogy Kalambon mondta, hogy akkor szedd elő memóriába is gondolom, előjött belőle, hogy basszus, tényleg így volt. Nekem van, nekem van, még egy nagyon kedvenc utolsó részem itt ebbe az egész jelbe, mert utána már csak a hallgatóinak mondom, utána már a, a, lezárás történik, szembesíti, eljátszák. Megint ez a klasszikus, hogy hogyan, hogyan az utolsó öt azért percben... Azért ráfogja a fegyvert, Kálamúra. Ráfogja a fegyvert, igen, ezt akartam mondani. Van egy olyan rész itt a leges legvégén. először fogja rá valaki a Kalambóra a fegyvert. Hetedik, az előző hat részben ilyet nem láttunk, nem volt még nem, ilyen. Ez így van hogy a, a, a szembesítéskor valaki hirtelen haragból fogja. És akkor hát nyilván Szabó Gyula hangján, ez a mély, bársonyos, megnyugtató hangján, hogy de kérem, hát kim vannak a fiúk. Ne csináljon ostobaságot. Ne csináljon ostobaságot. Ő mégiscsak egy, egy úri nő. Öltözzön át, megvárjuk, ha sok ideig tart az eltöltözés, azt is megvárjuk, hagyunk időt. hagyunk időt, öltözzön át a fiúk, majd bekísérik. És utána Kalambó kilép a bejárati ajtóhoz, és ilyen magába roskadva így beletúr a hajába, és nekidől a, a, az ajtó is így, így maga elé így, így rázza a fejét, hogy hát mik vannak, mik vannak, milyen szomorú sorsok vannak. Ez, ez szerintem, ez így nagyon kompakt ennek a, ennek a résznek a lezárása, őszintén szóval. se értékelitek a produkciót? Oké, okay, de én akartam volna még egy nagyon érdekeset mondani, mert ez, ez szerintem nagyon fontos. Hadd mondjak még egy dolgot. Ez megint egy olyan rész volt, képzeljétek el, hogy a forgatáson veszekedtek, megint ott hagyta Peter Folk a forgatás, egy vagy két, kétszer is, és emiatt tovább is tartott a forgatás, és amit mondtál, hogy egy hónappal később, december, nem tudom, hagyadikán mutatták be 1971. december valanyadikán a filmet, ez ezért csúszott egy hetet. Az előző részhez képest. December 15. Hamarabb akarták volna eleve bemutatni, nem december 15 én hanem előtte egy hétte, vagy másfél, hét, nem tudom pontosan mikor, és ezért csúszott. És az volt a többek között a vita tárgya, Peter Folk és a főnökök között, hogy a stúdiófőnökök kitalálták, ezt figyeljétek, hogy csinálnának ö, olyan kalambó részeket, ahol, né, tehát négy-öt olyan részt csinálnak, ahol nem Pitörfolk játsza a kalambót, és az évadok utolsó két-három részét játszaná Pitörfolk kalambó. Tehát, hogy lennének Peter Folkos kalambó részek, meg nem Pitörfokos os kalambó részek, és így a Pitöforg ezen így iszonyúan ki, ki, ki voltak adva. Én azt hiszem mindenki, minden Rajongó nevében mondhatom, hogy. Nagy öröm, hogy ez nem valósult meg. Igazolom Áront, amit mondott. Tényleg azt néztem, hogy a részek kb. 20 napos differenciával kerültek levetítésre, és ez, ez egy hónap differencia volt az előző részhez képest. Tehát tényleg csúszott egy, egy bőhetet. 20-21 nap volt mindig a, a, a részek között most eddig az első évadban és mert ez december 15, és az előző, az pedig november 17, ez majdnem egy hónap, és soha nem volt egy hónap, 20 nap volt eddig a részek között Amerikában, úgyhogy ja, legit. Ugye a Kalambó az önálló filmként indult, és később döntöttek úgy, hogy ebből filmsorozatot csinálnak, tehát több része lesz, de úgy évadonként talán, ha 5-6 része van, akkor sokat mondok, és nem is olyan klasszikus évadnak tekinthető szerintem mint más sorozatok ö, ért, ö, tekintetében. Én azt gyanítom, hogy nehéz lehetett együtt dolgozni Peter folkal, és úgy gondolták a, a producerek a stúdió, hogy kipróbálják, hogy kalából működik e Peter folk nélkül, tehát, hogyha egy más színész játsza a karaktert, aki, akire jobban hatással tudnak lenni, aki, aki jobban csöndbe marad, aki, irányíthatóbb, a, ott igen, ott 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 igen ott. aki irányíthatóbb, akkor végül is nincs is szükség Peter Folkra, hiszen akkor a Calambo él magától, de azért azt gondolom, hogy az alatt a 6-7 rész alatt is megszerette annyira az amerikai közönség, hogy, valószínűsíthető, ha így lett volna, akkor most nem ismernénk ezt a Kalámbó sorozatot, hanem készült volna belőle, nem tudom, 16 rész, és még 1986-ig vagy 2 befejeződött volna. Meghalt volna a sorozat. No, bocsánat, hogy közben jöttem ezzel a történettel az értékelés előtt. Én azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy kiderült az, hogy nekem ez a rész nagyon tetszett. Szerintem ez egy nagyon kompakt rész volt. Én nagyon bírtam a, főszereplő nőt, aki egy viszonylag ismeretlen színésznő volt, Susan Clark, tehát hogy így szerintem tök jól működött, nagyon jól adta meg a feladatot. A krimiként is kompakt volt, a kalambó az nyilván tökéletes, szóval nekem ez nagyon tetszett, voltak benne izgalmas részek, jó volt összevágva, nem hangsúlyoztam ki, de az elején is, ahogy indult a zene, nagyon creepy zenét raktak be több, több <laughs> helyre, és szóval, hogy nekem ez nagyon tetszett. Én azt mondom, hogy krimiként ennek én simán megadom a, a, a 7 pontot, és kalambóként szintén továbbra is ennek is megadom a 7 pontot. Szóval nekem ez, nekem ez bejött. 5-5. Így? 5-5, kész? Igen. Valami rövid indoklás? Sok minden egyet értek veled egyébként, de szerintem Kalámbó legkönnyebb ügye volt ez eddig, mert ez a gyilkosság, ez így amatőr volt. Tehát az elképzelés nagyon jó volt, de itt volt először az, hogy a kivitelezésben nagyon sok Ö, tehát a, ugye az, hogy nem úgy történt, ahogy eltervezte, és ez egy hirtelen felint, tehát az a Dafke csak azért is gyilkosság volt, és emiatt barom is a hiba csúszott bele. Tehát, hogy nekem nagyon könnyen megfogható volt, most független attól csupa közvetett bizonyíték, de már tényleg az első mondattal, tehát ilyen korán a tettes még soha nem volt gyanús mint most. Gyakorlatilag tényleg alig beszéltek három percet, és már kiderült, hogy először volt a lövés, aztán riasztó. Oké, nekünk ezt utána nem, tehát nem emeltem még ki, de nagyon könnyű volt ez az eset, és, 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 maga a Besznek az átalakulása is segítette ezt az egészet, hogy egy percek sem gyászolta a bátyát, most tök mindegy, hogy mekkora pöcs volt, akkor is azért, hát basszus csak a testvére, tehát, hogy semmi reakció, ilyen szempontból ez egy nagyon könnyű eset volt. Szerintetek ki játszaná Kalambot, ha most rebootolnák a sorozatot. Van, van így, ki tudtak így rántani színészeket? Ne, fúj, nem, fúj, nem, nem, fúj. Fú, ez egy nagyon mély zseb, amit most kinyit, kinyitnál. Nekem, nekem, két, két, két ö, ö, variációm is van. Mond és leszóljuk. Az egyik, a, aki bár ő túl magas a szerephez, az igaz, de aki a Dr. House-ba játszotta. Szóval Robert Sean Leonard, vagy pedig Misha Collins a, a Supernatural-ben ő a Castiel angyal. Ő is, ott többször ballonkabátban van, mert ugye mivel angyal és csak megszállt egy... Ú, nagyon nagyon tenyérben mászó feje van. Szerintem egyébként tök jól el tudna játszani egy kalambó réméket. Szerintem nagyon fontos, ha valaha rebootolják a kalambót, már pedig fogják, akkor egy olyan színésznek kell játszania, aki szerintem kellőképpen viszonylag ismeretlen, a, a nemzetközi és az amerikai nézők előtt. Másrészt pedig kell, hogy hasonlítson, kell, hogy hozza azokat a manírokat, a fejtartást, a nézést, ugyanúgy, ahogy egyébként a Kelvin-féle Star Trek filmekben is. Chris Pine ugyanúgy azért kicsit le, letükrözi azt, ahogy William Shatner játszott, és ugyanúgy a többiek, tehát hogy egy kicsit az eredetire hasonlítson. Én azt javaslom, hogy csináljunk akár egy, egy, egy speciál adást majd erről az egész témakörről, amikor már mondjuk én több kalambót láttam, mert ugye nekem ez a hetedik kalambom, e, e, ezt, ezt még gondoljuk jól végig, ezt az egész témakört. Szerintem addig is a kedvenc, kedves hallgatók nyugodtan, nyugodtan kommentelhetik, és kommentelhetitek, hogy, hogy kit látnátok esetleg egy kalambó uh, reboot főszereplőjeként, melyik színész. Ne adjunk ötleteket azért. Úgyhogy így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy elnézést kérjek egyrészt tőletek, meg a hallgatóktól, hogy így menésztem ezt a mai felvételt, és annyira nem sokkal tudtam hozzájárulni ez a beszélgetéshez. Másrészt pedig, hogy arra kérjelek titeket, hogyha tetszett a műsor, ennek ellenére ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek el a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. A követ a következő kérdésünket december 4-én tesszük fel, ugyanis akkor lesz új Kalambó Podcast, amelyben a rövid szivar című epizódról beszélgetünk majd. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.